Az életemet. Ma reggel a fiam elment a dédunokámmal az úgynevezett Paskás strandra, ami olyan a terület tulajdonképpen 1928-ban a mi területünk volt. Már olyan értelemben, hogy az édesapámnak a kertészete volt. És csak azért akarom megemlíteni, hogy legyen egyáltalán fogalmatok róla, hogy mi volt itt az uglóban, mert sokan másképp mesélik, nem tudják elképzelni, hogy mi volt. A mi kertészetünk az Ugló utcától, az Ugló utcai hídtól, a Patak határa és a Vezér utca határa között lévő terület egészen a Egres úti terület, ahol ma áll az iskola van, fürdő van, szembe az Egres út másik felén még ott voltak tulajdonképpen a pászkamalomnak a malomkereke, ami ma hihetetlen, hogy elrombolták. Lipótvári út folytatásába a pataknál ott volt a csodálatos kőhíd, ami állítólag még a törökök idejéből létezik. Hát olyan igaz vagy nem igaz, de biztos igaz, mert alig tudták szétrombolni, a mostári híthoz hasonlították. Tehát például ott kertészetünk volt. Minden egyes centiméterét tulajdonképpen mi dolgoztuk meg más körülmények között, mint ahogy ma van. Nem bolgár kertészet, magyar kertészet volt. Mindig kihangsúlyozom, hogy nem bolgár kertészek voltunk, hanem magyar kertészek. Magyar kertészek a kultúrát vitték be, a magyar kultúrát vitték, kertész kultúrát vitték be az egész területre. És amit azt lehet mondani, hogy ezen a részen magyar kertészek voltak. A bolgárok 1920 körül jöttek, akkor is egy bizonyos kultúrát, paradicsom, paprika, stb. Az elit zöldségtermesztést a magyar kertészek honosították meg. Illetve, hogy honnan hozták, azt nem tudom, a tradíciót biztosan nem Magyarországon szerezték, hanem még az osztrákoktól betelepült egyének. Hát ezt én nem tudom, mert én nem vagyok történész, de egészen biztos, hogy ezek a finom kultúrákat, a melegágyi, meg stb. Kultúrát onnan származnak Magyarországon. Ez egy bizonyos kiszolgás, amikor a magyar kertészetet a bolgár kertészetekkel hasonlították össze. Óriási differencia volt a kultúrában.
Apám honnan származik, ezt nem tudtam még eddig kinyomozni, amíg ezután nem fogom. Az édesanyámnak valószínűleg, mivel Niederreiter a neve, ez valamerre kérlek az ausztriai területről származott. Thank you.
szeretnék elmondani, az az életem történetét. Több-kevesebb sikerrel természetesen, mert minden részletre nem tudok kitérni, de a lényeget, és higgyétek el, hogy tisztán csak a valóságot, és a tiszta szint igazságot mondom el. Mondani, születtem 1917. május 1-én, Egres út 68-ban, egy 12 gyermekes családba. Én voltam a legfiatalabb fiú, rajtam kívül volt a húgom a legfiatalabb, a mancikám. Természetesen ez az Egres út 68 abban az időben másképp nézett ki. Ma egy közért áll a helyén, és teljesen megváltozott az utcakép, de a lényege az, hogy abban az időben egy épület ma is föl lehet ismerni még, szembe volt kérem szépen egy postagarázs, ami abban az én gyerekkoromban épült, még az teljes egészében ott van, persze különböző funkcióban már ma, a fagylajtos. Na most tudni kell, az azelőtt a fagylajtos úgy volt, hogy abban az időben, úgy 70-80 évvel ezelőtt, ezt kérlek szépen abból állt, hogy volt egy taliga, egy ilyen kétkerekű kordé, amiben volt kérlek szépen két edény, ilyen porcelány edény, és egy ilyen lapos főzőkanálszerű valami, amivel mérték a fagylajtot. Mert ez csak vasárnap járt, mert ugye hétköznap senki nem ért rá fagylajtot enni, illetve nem is volt módjában, mert hát ez egy különleges alkalom volt. Ezt kihagyni nem lehetett. Hát vasárnap délután már összejöttünk srácok, hát akkor a gyerekáldás mindenhol elég sok volt, és hát vártuk a fagylajtost. Na most, amikor a Róna utcánál, tudni kell, a Róna utca kérlek szépen, az még körülvett a préri, csak kertészföldek voltak, valamilyen imitam, most csak voltak a házak. Most, amikor fölhangzott a csilingelése, szívdobbanás volt, jön a fagylajtos. Hát persze megrohantuk szegény mamát, úgy csinált, mint a milyen nehezire esett volna, pedig hát már előre el volt készítve. Most megkaptuk fejenként az a 10 fillért. Hát mivel elég sokan voltunk, és hát mindig akadt kérlek szépen egy-két barát is, hát természetesen, aki hát, hogy mondjam, akinek az a 10 fillér se volt. Most ezt a fagylajtot ne úgy képzeljétek el, hogy egy rigoletto, meg mit tudom, különböző elnevezésű fagylajtok voltak, ezek nem. Ebben a két edényben volt egy piros víz, és volt egy fehér víz. Egyik volt a vanília, másik volt a málna. Tulajdonképpen egy cukros víz volt. De higgyétek el, nem akarok mellé beszélni, de ez a cukros vízes fagylajt, hatalmasan megfagyva jégdarabokkal, ez valami mennyei dolog volt. Jöttünk a zárófélire, és valami, mi úgy képzeltük el, hogy nálunk boldogabb ember tényleg szépen az országban nincs, mi senkivel nem cseréltünk volna. Abban az időben nem létezett csatorna, meg ilyesmi, hanem az Egres út két oldalán, az úttes két oldalán a házak előtt kérlek szépen ilyen mély árkok voltak. És hát mindenkinek volt, majdnem mindenkinek volt kecskéje, a Mayer Pista volt megbízva a kecske felügyelettel. De megkért engemet, hogy te ide figyelj, vigyázz a kecskémre, addig még én bemegyek kávézni. Hát mondom, semmi akadálya, én vigyázok rá. Mondom, annyira pici gyerek voltam, hát ugye nem a kezembe adta ezt a láncot, amely egy hosszú lánccal meg volt kötve a kecske, hanem a derekamra kötötte. Na most egy ilyen szörnyűkséget tűnt föl a Róna utcába, ugye a vasút felé irányítva jött. Egy iszonyú robajjal jött, kérlek szépen, ez a kecske megvadult, ilyetébe kérlek szépen engem, húzott kőrakásról kőrakásra, és hát addig annyira összekeveredett, még szerencse, hogy nem kerültem alája, mert képzeljétek, ennek a szörnynek a két oldalán ilyen hatalmas fogaskerekek voltak, hogy mire használták, nem tudom, valami nagy teherautó volt. Végtelen hatalmas lánccal volt meghajolva, végtelen csattogással
közlekedett az úton, és hát ez a szerencsétlen kecske megijedt, és mondom, engem húzott a kőrakáson kőrakásra, és hát a következménye az lett, mint később kiderült, eltört a lába. Ott Zuglóban egy orvos, úgynevezett Markovics doktor, ami hát nem úgy képzeljétek el, hogy a mai családorvos, kérlek szépen, mit tudom én, milyen kocsival, meg stb. Járják a kuncsaftokat, amelynek volt egy rossz gebéje, egy ilyen kétkerekű, mint ófutónak hívták, de hát már alig lézengett az a szerencsétlen gebe, illetve praktisa volt neki hatalmas, mert ő volt Zuglóban körzeti orvosnak nevezett valami volt, hát akkor a akkori elnevezés ilyen képzeltek el, mint valamikor, talán még most is vannak egyes vidéki orvosok, kérek szépen ilyen, mit tudom én, ilyen eldugott helyeken, hát így volt a Markovics doktor is. Egy ilyen szikár zsidó ember volt, kérek szépen, de végtelen jóindulatú, becsületes, rendes ember volt. Értette is a szakmáját, mert hát nagyon sok gyakorlata volt, hát az akkori tudáshoz képest, kérek szépen, nagyon-nagyon jó orvos volt, és hát humánus volt, nagyon-nagyon nem vártak életét, hogy mit fizetnek, vagy hogy fizetnek. Na és hát történetesen arra járt valamerre, kérek szépen, és behívtam hozzánk is, hát hogy nézze meg ezt a gyereket, hogy mi történt ezzel, mert hát akkor még nem tudta senki megállapítani, hogy törés, vagy mi történt, csak a lényeg az, hogy el volt ferdülve a lábam, meg volt dagadva, nem tudták, mondom, a csizmát leúzni. És az ő első látásra is azt mondta, kérlek szépen, hogy hát sajnos ennek a gyereknek eltört a lába. Elég csúnyán. Na most mit lehet csinálni? Hát most képzeljétek el, nyár volt, szezon. Hát tudnék kell azt is visszavezetni, hogy nyáron nálunk senki nem ért rá. Akinek keze lába volt, kérlek szépen, az mindenki, aki csak létezett, kérlek szépen, a ház kiürült, az mind vagy locsolni volt, vagy készíteni volt, vagy kapálni volt, vagy szóval a lényeg az, hogy senki nem volt. Na most ki vigye el ezt a gyereket? Hát ez az orvos, hogy meg kell mondani, hogy utólag is visszaemlékszek rá, mondom, egy ilyen keteg zsidó ember volt, nem is volt már nagyon fiatal. Ez nem sokat spekulált, ezt fogta kérlek szépen a karjába vett, illetve úgy, hogy a lábam így hát, hogy ölébe vett kérlek szépen, és elindult velem gyalog, mert történetesen, mint kiderült, a lova használatlan volt, meg kimerült, ilyen kimúló félbe volt, és hát azért gyalog járt éppen akkor arra. Na most ezt úgy képzeljétek el, hogy az Egres út 68, a mai postagarázs, vegyétek irányba. Hát természetesen akkor nem úgy ment a dolog, nem voltak beépülve, mint ma a házak, hanem torony irány kérek szépen elindult velem az Uzsókihoz. Az Uzsókinak csodálatos képen, akkor egy kis szárnya volt még az a épület, ami még mai is a legrégebbi épület erre, akkor már létezett valahogy. Milyen formában, kinek a fennhatósága, kinek hogy, akkor ezt nem vizsgáltuk, de egyet tudok, hogy volt már egy ilyen sötét kamrája, ahova bevittek, és megröggenezték a lábamat, és kisült, hogy hát mondom, el van törve, hát begipszelték, stb. Most ez az orvos kérlek szépen odavitt engem, a saját ölébe. Visszafelé megint kérlek szépen hazahozott engem a saját ölébe. Most ezért természetesen, hogy milyen fizetést kapott, hát akkor tudni kell azt, hogy hát nem, mit tudom én, ilyen fizetési kötelezettség volt, ilyen ápolás, olyan ápolás, meg ilyen baleset, meg olyan baleset. Na most a jó indulatra volt bízva, kérlek szépen, hogy mit kapott, hát ugye biztos kapott egy kis zöldséget, meg egy kis ezt, azt. Még azt is el tudom képzelni, hogy mit tudom, én kapott egy kis disznótorost. Na most még egy gyerekkori emlék. A bicikli. Hát ezt tudni kell, hogy ott nem volt kérlek szépen olyan biciklit, mint máma vannak, versenybicikli, mountain bike, stb. Meg több milyen csoda kerékpárok. Hanem ilyen rossz elnyújt backok kérlek szépen. Na most ezt sose felejtem el, volt egy murai nevezetű bicikli kölcsönző, akinek volt egy ilyen pár elstrapált bicikli, amit csak hajtani lehetett, ilyen fix pedálja volt neki, hajtókarja volt neki, fék nuku rajta, csak hát ki hogy tudott megállni vele. Nem, ugye amikor mi így hárman, négyen összeálltunk, egy órára összedobtuk a pénzt,
hogy egy órára kiváltjuk a biciklizést, hát ez egy valami csodálatos dolog volt. És én állítom, hogy ma kérlek szépen a Tour de France-on mennek kérlek szépen versenyzők, egy bizonyos idő alatt nem hajtottak többet, egy óra alatt nem hajtottak többet, mint amit mi felváltva hajtottunk. Igaz, hogy egy pártól elestünk vele, meg stb., de hát akkor nem számított. Vérzett itt-ott, nem számított, csak az a lényeg, hogy hajtottuk a biciklit, mint az őrültek. Na most, amikor verítik a biciklit, kérlek szépen, akkor nagyjából megnézte, hogy meg-e van a két kereke neki, hogy még lehet-e tovább adni, aztán tovább. Ha valami olyan dolog volt rajta, akkor kalapált egy párat rajta, aztán mehetett megint a másik kölcsönzőhöz. Volt különösen két kedves ló, amit édesapám még két éves korukban vett egy párt, két kancsát. Az egyik, az egy komis, csúnya dög volt, de végtelen észszer. A gyerekek, azt nem lehet elmondani. Annyi rafinációt lóba, még a mai napig nem tapasztaltam, és azt mondják, hogy a lónak nincs esze, az hazudik. Az visszaemlékszik minden, a simogatástól kezdve a bántalmazásig, mindenre visszaemlékszik. Ma hasonlítanám a kutyára. A kutya és a ló az egy különleges példánya az Istennek. Na most azt akarom mondani, az egyik egy ilyen kese volt, csúnya csontos, csúnya gebe volt, akármennyire is igyekeztünk félhízlalni, hogy valamit mutasson, mert mindig szégyeltek vele menni, mert az nem egy szép ló. Hát ugye akkor is mondom, már úgy voltak kertészek, hogy volt, akinek Rolls-Royce-ai voltak lóba, és voltak, akinek csúnyán. Na de mi nem azért tartottuk, és na most azt akarom mondani, ennek volt egy párja, egy vakló. Hát mi párba vette az édesapám, ez először csak úgy vette meg, hogy majd ilyen kisegítő lovaknak megveszi ugye, úgynevezett masinába, ugye a vízhúzásra kapcsolatban. És a párja, ennek a csúnya állatnak a párja egy csodálatos szépségű arab, hanem egy kanca volt, de vak volt. Na most ez a két ló annyira elválaszthatatlan volt, mint a rondát, mint valami vakvezető kutyát képzelem el, a másikat meg a finom ösztönivel, amit mindent megérzett. Megérzett egy gödröt, megérzett mindent az égett a világon. Szóval egy csodálatos, szépségű fej volt, ami mutatós volt. Na most ezek elválaszthatatlanok voltak, hát nem azt jelenti, hogy néha nem lett befogva külön-külön, de annyira hiányoztak egymásnak, hogy szinte extázisban voltak, hogyha nem lehettek együtt, mert annyira hiányoztak egymásnak. Na most erre a csúnyáról el kell mondanom, hogy mondom, borzasztó esze volt neki. Egyszerre nem lehetett becsapni, egyszerre nem lehetett rossz dolgokra kényszeríteni, például ha befogták így a masinába, mint a tudva lőleg, ugye mit tudom én, két kört kellett menni, akkor meg kellett fordulni, és akkor a másik vödör ment le megmeríteni, és ilyen perpet mobile folyton ment két kör is, forgás is, megint forgás is, megint forgás. Ez neki roppant unalmas volt, és borzalmasan utálta. Mert mindig hiányzott a párja neki, amely szintén kanca volt, tehát nem lehet azt mondani, hogy mit tudom én, valami szexuális vágya volt utána, hanem a barátság, a hiány annyira volt két ló között, hogy ez a barátság annyira kifinomult, hogy egyszerre nem tudtak létezni. Megérezték egymásra, hogy a kertből hazajöttek is, külön-külön voltak már a Róna utcánál, hogyha jött az egyik hazafelé, már másikkal nem lehetett bírni, már nyerített, toporzék volt, és örömében már nem tudta, hogy mit csináljon. A Mirza, az úgynevezett arab fej, hát az valami, az már egy csodálatos volt. Azt befogták ebbe a masinába, az róta a köröket, megállás zokszó nélkül, kihúzta a vödör, míg a látó lónál, amely említett az előbbinél, a Júlcsánál, az bosszúból fölhúzta a vödröt úgy, hogy fönakadt a vödör, még húzott rajta, hogy tudta, hogy akkor van egy kis pauza, mert utána kérlek szépen, mire helyreigazítsák az egész masina gépezetet, addig egy fél óra vagy egy óra,
leszakította a láncot, meg stb. Hát ő ezt tudta, és ezt rendszeresen alkalmazta is. De ez a Júcsa, ez meg nem ellentéte volt. Ez róta a köröket, anélkül, hogy nem keletett lóhajtó neki. Ez fölúszta a vödröt, milliméter pontosággal kiömlött a víz, megfordult, és magától ment megint tovább. Ezt higgyétek el, hogy ez így volt. Na most, hát az volt a helyzet, ugye, hogy ezeket a lovakat tulajdonképpen ápolni kellett, meg hogy mindenkinek megvolt a saját, minden idősebb testvéremnek megvolt a reszortja, úgyhogy melik lovakat, melikhez voltak behozva, mindenkinek volt egy pár ló, mert ugye nyáron volt 8-10 ló is, ugye, mert hát több helyen volt a ilyen masina, és hát ugye nyári locsolási szezonban bizony kellett, hogy ezeket üzemeltessék. Több ló volt nyáron így, és mindenkinek megvolt ugye a lóhajtóknak, meg a kocsisoknak, mert volt kocsis is, ugye, hogy mindenkinek megvolt a reszortja, meg az idősebb gyerekeknek. Hát az én apámnak a ténykedése az volt, hogy az soha nem tudtam, hogy mikor alszik és mikor nem. Mert a párnára soha nem tette a fejét, hanem a könyökölve aludt, ha aludt, akkor is csak könyökölve aludt. És már reggel 3 órakor már elkezdtem, emlékszek rá, hogy elkezdtem, mert a fiúkhoz külön szobába, hogy aludtak. És már elkezdtem, én vele aludtam. Tehát ha aludni tudtam volna, de mert már 3 órakor, 2:30-kor, ugye nyáron már kezdett tirkadni, akkor már ugye nem tudtam soha, hogy mikor alszik, mikor nem, egyszer csak megszólalt, Pajcsi, Feri, Jani, Avsté, hát persze nálunk minden vezényszó és beszélgetés két oldalú volt, mert mi válaszoltunk, ők meg németül beszéltek hozzánk. Mai napig is ez az átok, hogy tulajdonképpen megértek mindent, de válaszolni már mondjuk már nehezen megy, és már keverem a svábot a némettel, szóval az idősebbek azok perfekt, aztán beszéltek ismerőnek, ők rá voltak kényszerülve, de már így én, meg a Pista, meg a Manci, meg mindent, ezek már érteni értettünk, mert mondom, csak németül beszéltek velünk. Tehát én még fiatal voltam, amikor anyám meghalt, és utána már megszűnt ez a kettőség. Hát aztán az volt a helyzet, még a gyerekkoromra emlékszek éppen, meg még egy másik élmény volt, hogy a vasárnapi kirándulás. Hát a vasárnapi kirándulás az abból állt, hogy volt egy külön kocsi elkülönítve, egy olyan kis fiátgyeres kocsi volt, amiben csak egyetlen egy ló lett befogva, ez az úgynevezett Mirza. Mert ennek olyan menése volt, olyan járása volt, hogy bámulatos volt, szép ló volt, nagyon jó volt, híres ló volt az egész. Adtak volna érte 5 látólóvat, mert egy olyan csodálatos teremtés volt. De hát, na most vasárnapi a kisebb gyerekeket, engem, Mancit, Gizit, kérlek szépen, ezeket fogták a kocsiba, beültünk ebbe a fiákkeres kocsiba, és hát végig revidiáltuk a kerteket, mert nagy kert volt, a Kerepes úti lóversenytéren szembe volt a kertünk, ahol most a Mariéknak, vagy mit tudom én, van az a láncsorot végig, az kerti földek voltak az egész végig mindenfelé, és hát ott volt 4 holt kertünk, amit később aztán a Jani bátyám kapta meg hozományként. Az összes kerteket végig kellett látogatni, és mindenhol megállapították, hogy most hol vetni kell, hol nem kell vetni, hol kell ezt csinálni, hol kell. Szóval szakmai dolgokat mi és mi elkísértük ebből. Hát ez is egy jó élmény volt. Kamaszka voltam. Hát ugye vasárnap ugye a papától nagyon nehéz volt, kérlek szépen, pénzt kicsikarni. Hát én, nekem azért volt pénzem, de viszont azt spóroltam én mindig, mert én magam ruháztam magamat, öltöztettem teljesen magamat. Mindenben én magam önellátó voltam, én, nekem apám nem vett semmit, csináltattam cipőt, stb. Na most ez az 50 fillér, amit kicsikartunk, ez másra kellett. Abból elmentünk a Zuglói moziba, illetve a Zuglói mozi nem ott létezett még, hanem a Zuglói mozi a Bosnyák utcában, az Onodi vendéglő helyén volt egy ilyen
egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen kátránytetős valami volt alatt, Tomixet, meg stb. Ilyesmi óriás, meg a zongorával, ugye játszották tulajdonképpen a hozzávaló zenét, tehát is a taptusta úgy verte a zongorista, a film eseménye volt, az később lett a mai Zuglói mozi. Tehát ez akkor abban az időben már, ha jól emlékszek, már azért létezett. Ebben az 50 fillérből, hát ez nem volt akkor sem az a túlságos óriási összeg, hát 12 fillér volt kérlek szépen egy jó pif-puf könyv, ami akkor az irodalomban elég drága volt. A 24 fillér volt a Zsem, a Zsője moziban, ugye, mert hát ugye az volt a legjobb helyet, azt luxusképpen megengedtem magamnak. 12 fillér volt a könyv, és a többiért vettem egy szelet csokoládét. Ez volt ugye, mert a csokoládé meg a cukorka az nekem örökké szenvedélyem volt, az imádtam, az elmaradhatatlan volt. Minden alkalmat megragadtam, hogy azt megehessem, a csokoládé részemet meg a cukorkámat. Ez megvolt, de persze első előadásra kellett menni, mert ugye menetrend szerint nekem haza kellett menni, és mi a melegágy takarásra, hát ez ellenkezetlen volt, ez nem lehetett azt mondani a papának, hogy én most moziba voltam, meg itt voltam, meg ott voltam, mert se nem volt. És hogy minél előbb elszabaduljunk, hogy egy kicsit játszunk, vagy szórakozni menjünk, hogy összejöttek a haverok, összejöttek, és akkor villámgyorsan be lett takarva, meg stb., és akkor ment ki, ment a dolgára. Persze a stabil melósok, ugye azok is részt vettek ebbe a takarásba, ami mondom, nem könnyű munka volt, hogy 1000 ablakot betakarni. Amikor iskolába jártam, még hozzáteszem, hogy még maga a reggel se volt olyan egyszerű, hogy fogom a táskámat, fölkelek, mit tudom én, 7 óra, akkor megreggelizek és megyek az iskolába. Nem. Fél ötkor föl lehetett fölkelni, kora tavasszal, meg mikor még az iskola ugye csak nyáron fejeződött be, de már ugye a meleg ágyak, azok már ugye ki voltak takarva, ott minden reggel az volt, ugye volt egy nagy árokás, vagy ilyen gödörszerűség volt, ahol a masinából, illetve a kútból kérlek szépen behúzatták lóval a vizet, és onnan ilyen óriási kannával, nem tud rá, ilyen 20 literes kannák voltak, ilyen kertészkannák voltak. És hát ugye akkor az volt a művelet, hogy két ablakot emeltek egyszerre, az idősebb testvérem, ugye azok tartották ezt a losolókannát, azok a két ablak alatt egyszerűen losolták ezt a melegágyat. Na most mi fiatal gyerekek, meg a fiatalabbak, meg arra voltunk beállítva, az egyik ablakot azt tartottuk, a másikat a locsoló, ugye az, aki már fejlettebb volt, erősebb volt, az egy kézzel tartotta a másik ablakot, és akkor úgy két ablakot egyszerre öntözött. Na most ez befejeződött fél nyolckor kérlek szépen villámgyorsan ugye összekapni magunkat és iskolába menni. Még beszagoltam ott a Komos utca és a Fűrész utca sarkán volt a Pogú cukorgyár és annak a ventilátorja. A ventilátorja kérlek szépen azt a cukor illatot ki lehelte magából, és ottan mindig elámérkodtam egy darabig. Persze ezek a lányok, akik ott dolgoztak, ezek már ismertek minket, mert arra jártak Szentmihályra, hazafelé, műfelénk. Úgy mentek keresztül ott a kert mellett. Mostani Lipótvárosnak a folytatásán is úgy mentek szem, mert általában Szentmihályról jártak be dolgozni, és hogyha alkalom adódott, akkor dobáltak ki egy kis cukrot. Hát persze mondom, az illat és a cukor az valami fenomenális volt, na most az iskolába onnan kellett menni. Látom, hogy jöttem az iskolába, benyaltam azt a kis zsíros kenyeret, vagy egy darab húst, vagy mit tudom, amit becsomagoltak. Utána, hogy ment a masina, ez a Verkli, ahogy kiömlött a víz, gyerekek, oda feküdtem alája, kérlek szépen abba a hatalmas kádakba ment bele a víz. Az akkora lágy volt, hogy a két vödörnek a szélessége meglegyen, és abból mentem a csatornába elvezetett víz, ami abba beöntöttem. És abban felhevült testtel, kérlek szépen, alá feküdtem a vödör alá, ez az a jéghideg kútvízzel, kérlek szépen, nyakon hagytam magamat önteni, úgyhogy tulajdonképpen egy zuhany, egy hirtelen zuhany. Igaz, hogy egy pillanatig nem kaptam levegőt, de
csak azon csodálkozom, hogy soha még csak egyiknek sem még egy köhintése se volt, és ezt naponta megcsináltuk, még ott a nagyon meleg volt, meg egyszerűen beugrottunk a kádba, abba a hideg kádba, ami állandóan öntötte bele a vizet. Hát úgy képzeljétek el, hogy vettünk egy 2-3 görögdínyét, betettük abba a kádba, és olyan hideg volt a víz, olyan, mint hogyha a frigiderben lett volna a dínye lehűtve, olyan hideg dínyét etettünk. Nem nagy iskolát végeztem, 4 középiskolát, ami hát mondjuk megfelel a mai gimnáziumnak, megfelel, lehet, hogy kevesebb anyaggal, kevesebb tudással, de akkor ez nagy szó volt, viszonylag nagy szó volt. És főleg azért volt nagy szó, mert nálunk a tanulás nem volt kötelező. Az én apám azzal sosem foglalkozott, hogy tanulunk vagy nem tanulunk. Ez az igazság. Akkor nem volt elsőrendű feladat, hogy tanuljunk. Én tanultam, gyerekek. És azt lehet mondani, hogy elég jó tanuló voltam. Ahhoz képest kérlek, hogy nem voltam kötelezve, hogy tanuljak. Mert én, amikor hazajöttem az iskolából, ha csak 5 percet késtem, 1 óra előtt, ha 1 óra után 5 perccel jöttem, akkor már én nem mehettem föl ebédelni a Vezér utcából föl a házhoz, hanem már lent várt a ló, aminek föl kellett pattanni a hátára, és kimenni a kertbe, mert az öntözés az nem várhatott. Hát na most, mivel én fiatalabb voltam, és akkor még volt ugye alkalmazott elég, hát én lehetőleg még iskolába jártam, akkor a reszortom az volt, hogy én lovat hajtottam, amit hát ugye vagy a Júcsa, vagy a Mirza, hát a Mirzát jobban szerettem, mert annál lehetett nyugodtan tanulni. Én ott tanultam meg a leckét, a körbejárásnál, vagy leültem a körön kívül, és ott tanultam. Na most én amellett rengeteget olvastam regényeket. Én klasszikusoktól kezdve a legócskább ponyva regényig. És a másnapi leckémet a lóhajtás közben kérek, tanultam, vagy a locsolás közben, amikor pihenőben voltam. Így kellett tanulni. Az iskolai képen is azt már láttátok, és meg is bizonyítható, hogy mezitláb voltak egy iskolai felvételnél a gyerekek. Nyomorúság volt, szegénység volt. Mert nem igaz az, hogy kérlek szépen akkor jó világ volt, nem volt jó világ. Hát most képzeljétek el, volt 1000 ilyen melegágyi ablak, és az ilyen melegágyi ablak úgy volt takarva, hogy gyékény meg deszkával takarva. És ezt minden áldott reggel ki kellett takarni, és délután, amikor lement a nap, úgy kora tavasszal, azt vissza kellett ugyanúgy gyékény deszka takarni. Ez már nem is tudják elképzelni, nem is tudják talán, hogy néz ki. Azért üvít, amikor azt mondják, kérlek szépen, hogy a kultúrát a bolgárok hozták. Ez nem túrót. Hát ez én visszaemlékszek, kérlek szépen, majdnem 80 esztendőre. Én tudom azt, hogy a magyar kertészek, kérlek, azok voltak, akik tulajdonképpen a kultúrát. Hogy honnan hozták a kultúrát? Németországból, vagy Ausztriából, vagy honnan, de magyarok volt. Akkor az igenis már kultúra volt, és már tulajdonképpen ezek a kertészek csinálták, és nem a bulgárok, akik a 1920-as években kezdtek beszivárogni olyan engedéllyel, hogy paprika, paradicsom termelése. És itt a köztudatban az van, hogy a bolgár, minden bolgár, utcát neveznek el, ahol a legsűrűbb a magyar kerti, szintiszta magyar kertészetek voltak, a Kelepes út előtt, az Őrsvezér térnél, Bolgár kertész utcát. Hát ez felháborító. Még ezt szóval teszem valahol, hogyha még élek. Minden esetre ilyen dolgot kérlek szépen, mert egyszerűen a jó ízlés nem bír el. És van, aki kíváncsi erre a szerkezetre, a kertészek a vizet nyertik a kutakból, akkor a talpalatnyi földnek megnézi, akkor látják, hogy az a szerkezet, amit próbáltak vizet húzni, az a mi tulajdonunkban volt, és ezt a felszerelést
korrekt módon leszerelték, ott felállították valamelyre vidéke, és ugyanolyan állapotban, sőt, kijavítva, rendolva, hozták vissza. Úgynevezett rágyaházak voltak, ahol abból állt, hogy minden kertésznek megvoltak a bázisai, ahonnan a friss istállott rágyát hordták, amikor télen a meleg ágyakat csinálták, ugye, mert nem volt fólia, meg fűtés, meg kész, hanem meleg ágyi kultúrázat, az a kertész, amelyik csinálta, mi nagyban csináltuk ezt a meleg ágyi kultúrát. És hát ugye voltak ilyen trágyaházak, ahol 8-10 ló, meg 12, meg 16 ló volt, és ezért egy bizonyos összeget fizettek a kertészek. Na most ilyen volt a Rombak utcai zsidó templommal szemben lévő ház, már nem ismertem meg, mert most már üvegportál, meg mit tudom én mi van, de még mindig létezik a járdáról egy ilyen meredek kis lejárat a kocsi útra. A házat onnan tudtam azonosítani, mert pontosan a zsidó templomnak a bejáratával szemben volt ez a trágyaház, illetve négyszigletesen beépített udvar volt, és az udvar közepén volt a trágyaház, és még arra is emlékszem, hogy a udvar hátsó részén ezt ott csinálták tulajdonképpen ezt a Mérai nevezetű a motorkerékpárt, ami hát elég híres magyar motorkerékpár volt, már akkor csinálták abban az időben, a 30-as években, egy ilyen nagy gödör az udvar közepén, és hát ugye oda tették a trágyákat, a friss trágyát mindig reggel oda hordták be. Utána egy 5-6 naponként kellett, ez hetenként, attól függ hány ló volt és milyen nagy volt a trágya. Volt, hát én rendszerint én jártam oda, rettenetesen riheltem, mert képzeljétek el, hogy vasárnap kérlek szépen táncolni jártam, kinyalva, kiöltözködve, ugye persze sose árultam el, hogy a trágyarakás tetején vagyok. És amikor jöttem hazafelé a trágyas kocsi tetején, hát igaz, hogy akkor még nem voltak autók, meg nem volt, mit tudom én, ilyen eset lehetett képzelni, hát kihalt utcák voltak, de hát azért a járókelők azért ugyanúgy mozogtak, mint ma. Mindig csak azt lestem, hogy nem találkozok valami ismerős lányjal, akivel vasárnap táncoltam, hogy meglát engem a trágyarakás tetején, rüheltem, higgyétek el, hogy én is rüheltem azt, hogy akkor azért nem voltak ilyen fényások a lányok, még az intelligensebb társaság sem volt annyira nagyzolásban, meg úgy tudom, hogy nem játszották meg magukat, tudomásul vették, hogyha valakinek ez a szakmája, akkor ezt csinálja. Hát ugye Zuglóban már nem zavart engem, mert Zuglóban minket annyira ismertek, mint mit tudom én, kérlek szépen, a legismertebb politikus máma. Mert minket, ahogy elhagytuk, kérlek szépen a vasutat, hogy akárkitől megkérdezték, a legkisebb gyerektől a legöregebb emberig megkérdezték, hogy hol találja meg a macsekékat, akkor csak irányt mutatott mindjárt, hogy arra. Ez az így volt, mert Zuglóban a macsek név nem dicsekvésképpen, hát az annyira ismert volt, hogy még a mai napig is azért a macsekéket azért ismerik. Aki legalábbis a kerületben volt, az tudta, hogy a macsekék hol vannak. Legalábbis meg tudta mondani, hogy merre talál meg minket. Na most a Zuglóban már engem nem zavart, azért ami zavart engem a trágyás kocsi tetején, az a városi lányok voltak, mert hát azok azért mit tudom, ha bár mondom, a városban onnan hordtam a trágyát. Most képzeljétek el, ezt a város kellés közepén volt ez a trágyaház, 16 ló volt az udvaron, a istállóban, ott lakók voltak, szembe a templom. A piacra menésért kaptam egy pengőt, és hát tudni kell azt, hogy én mindig magam ruháztam magamat, én magamnak vettem az öltönyöket, én mindent, alsóneműt, mindent, ami kellett a ruháim, csináltatott cipőbe jártam, kemény kalap, klasszékesztű, sétabot, ma nevetségesen hangzik, de ez volt az elegancia. Na most én nem ittam akkor
sem, nem dohányoztam, nem ittam, hanem egyetlen szenvedélyem volt az édeség, és nagyon jó fánkot csináltak ott a vendéglőbe, azt lementem, ott megmelegettem, megettem egy fánkot, akiknek mi leszállítottuk az árut, ezek hát mint boravalót gyanánt egy pengőt adtak, így mondjuk megkerestem egy-két pengőt, így egy piacra menéskül, plusz amit otthon kaptam, szintén kaptam egy pengőt piacra, úgynevezett piacpénzt. Hát én mondjuk így anyagilag abban az időben még császár voltam, mert többi gyerekekhez képest élek, hát én még úgy voltam, hogy tánciskolába kérlek szépen, én egy ötöst még kitettem az asztalra, akkor bámultam, mert az még akkor egy óriási szám volt, egy öttengős. Hát azt tudnélik, hogy a pataktól a Lőcsei útig az Macsek terület volt, az Macsekéknek, meg a Majeréknek volt. A Majeréknek volt egy darab, közben a nagymamáj, Majer nagymamáiknak. Azok voltak a szomszédok, de hát azoknak csak két hónyi terület volt, a többit mi béreltük akkor a fővárostól. Amelyet természetesen úgy kellett, minden két évben volt árverés, ami abból állt, hogy összejöttek a kertészek, és akkor mindig árverés volt, hogy minden. Persze az én apámnak soha nem kellett félni attól, mert senki nem mert kérlek rálicitálni, úgynevezett rálicitálni, mert az árra, mert akkor a többiek kérlek szépen nagyon verték volna a többi kertészek mellé. Mindig előjogokat élvezett, mire 12 gyerek volt, és hát ismerték a mentalitását, rendes ember volt. És így hát tulajdonképpen csak egy olyan formalitás volt az egész árverés, minden évben folyamatosan, de lehet, hogy már visszamenőleg, ha így gondolkodok rajta, már 100 évvel ezelőtt is. Macsek terület volt az ott a Fűrész utcai rész. Ez az alkalom volt, hogy meg lehetett venni azt a területet, illetve át lehetett venni épületekkel, meg csakumpak minden 1928-ban, akkor megvették, a szüleim megvették ezt az egész épületet, meg a földekkel, meg motorral, meg mit tudom, szóval fölszereléssel csakumpak minden. Jó hely volt, nagyon jó hely volt, szóval jó termő területek voltak hozzá kapcsolva. Egész kinyúlott, a kert kinyúlott egész a mai iskoláig. Ez az egész terület, ami van itt a Páskánál, Páska előtt, ez tulajdonképpen mind hozzánk tartozott, ahol az iskola van, addig az Egres úti, a fürdőnek, Bezsér utca, minden ott volt, a Stanováfinak, éppen az egyik burgárnak volt ott egy terület része, de a többi az mindegész a Zugló utcáig, a Zugló utcáig a miénk volt a hídig. Na most utána aztán megint az a mostani úttörőtábor egészen végig, minden egészen a Csömér útig, az is a hozzánk tartozó. Szóval nagy terület volt. Volt akkor vagy 30-35 volt föld összesen, a Kerepes úti van minden. Hát ezt 1936-ban egy olyan katasztrófa jön, ami hasonlítható egy árvízre. Beállt egy olyan hernyójárás, ilyen zöld hernyójárás. A Vezér utcából, a Boris nénék, ahol laktak azok a házak, meg ami még voltak ezek a régi házak, mint a zöldre festették volna az egész házat, képzeltek el, úgy tele volt hernyóval, hogy a kertben mindent a csutkáig kérlek szépen, ameddig a földből ki volt még a karalábé, kertáposzta, meg mind par, mindent az ég adta világon. Érdekes módon egyetlen egyet, amit nem bántottak az ellert.